Egy hetet tölt itthon a wimbledoni teniszbajnokság magyar sztárja Babos Tímea. A vegyes párosban ezüstérmet szerző sportoló tavaly is második lett az angol nyílt teniszbajnokságon, így edzője szerint most már bekerült a világsztárok közé. A pihenő után Kanadába, majd az Egyesült Államokba utazik. Az a célja, hogy párosban ő legyen a világranglista vezetője. Wimbledonban nyert trófeáját mutatja Babos Tímea az újságíróknak. A 22 éves teniszező a világ legnagyobb tornáján vegyes párosban döntőbe, párosban pedig elődöntőbe jutott. Édesapja és korábbi edzője szerint ez páratlan siker. Nem vagyok az a fajta edző, aki túlsztárolja a játékosát, de párosban a világklasszis. Minden idők legjobb párosranglista helyezése az övé, a magyar női párosranglista helyezése, ez a 8. pozíció. Én azt gondolom, hogy a végcél csak egyetlen egy lehet, és az a világ elsőség, number one-nak lenni párosban. Tímea a tavaly párosban második lett, így a mostani elvesztett elődöntőt némiképp csalódásnak tartja. A vegyes páros béli ezüst viszont váratlan siker. Különösen azért, mert a fináléban Martina Hingis volt az egyik ellenfél, egyéniben pedig Serena Williams ütötte el a továbbjutástól. Mindkét sztárral nagyon élvezte a játékot. Serena ellen tudtam többet tanulni, hogy mondjuk, amikor bréklabda lehetőségeim voltak, akkor egy ekkora világsztár és egy ekkora legenda, mint ő, 4 ászt tud előhúzni a markából, míg mondjuk egy 150. játékos valószínű, hogy inkább 2 hibát ad, úgyhogy ezek a mentális dolgok, vagy ahogy kezeli a nehezebb helyzeteket, ezek mindenféleképpen tudnak valamiféle utat mutatni. Babos Tímea a tavaly november óta nem pihent, így nagyon örül a mostani szabadságnak, amely után Kanadába utazik majd egy újabb rangos tornára.